Holnaptól több Kolozs megyei településen is kötelező lesz a maszkviselés. A Vészhelyzeti Bizottság betiltja a magánrendezvényeket, zárva maradnak a szórakozó helyek, a bárok, a kulturális intézmények, az éttermek újra nyithatnak és 30%-os befogadó képességgel működhetnek. Kolozsváron a legrosszabb forgatókönyvre készülnek a hatóságok. Az elmúlt 24 órában Kolozs megyében 227 beteget diagnosztizáltak. A vírus terjedésének megakadályozása érdekében a hatóságok új szigorításokat vezettek be. Azokon a településeken, ahol az elmúlt két hétben az ezer lakosra számított fertőzési ráta meghaladja a hármat, a nyílt utcán is kötelezővé válik a maszkviselés minden 5 év fölöttinek. Az iskolák is kötelező módon online oktatásra térnek át. Holnaptól szamosújváron, valamint kackó és székközség. Kötelezően maszkot kell viselni. Kolozsvár is nagyon közel áll ehhez az értékhez, és ekkor akár helyi szintű karantént is bevezethetnek. Hívta fel a figyelmet a Kolozs megyei kormány biztos. Sajnálatos módon a Kolozsvári online oktatáson is el kell gondolkodnunk, mert akkor, amikor a megbetegedések száma ezer lakosra vetítve eléri a hármat, ez meg fog történni. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek csak szülői felügyelet alatt fog tudni otthon maradni, hiszen a kisebbeket nem lehet egyedül otthon hagyni, ez pedig nyilvánvalóan a szülők életét is befolyásolja. Hozzátettem, az éttermek 30%-os befogadó képességgel újra nyithatnak, viszont betiltják az összes kültéri és beltéri magárendezvényt. A hat személynél nagyobb, nem egy családba tartozó csoportok gyalogos közlekedése is tilos lesz.